csapatosan telel az erdei fülesbagoly, ez az egyik ok, ami miatt különleges madárfajnak számít. És rendkívül hasznos is. Egy fülesbagoly naponta két és fél egér méretű zsákmányállatot igényel. A tavaly megszámlált közel tízezer madár a száznapos telelési idő alatt közel két és fél millió, vagyis 62 tonna rákcsálót pusztított el. A gazdálkodóknak ennyi károkozó ellen nem kellett drága és környezetszennyező írtószereket használni. A három vármegye, ahol a legnagyobb szolgálatot Tették. Jász Nagy Kunszolnok, Hajdu és Szabolcs már bereg. itt ezernél is több bagoly jelenlétét rögzítették, ráadásul egyre inkább a települések belső területein. Amikor egy területen ö, pihen hónapokon keresztül több száz bagoly, és ezek olyan üldögélnek a fán, ö, nem csak örökzöldeken, de lompullatókon, és mondjuk egy, egy nyírfán ott van 30 fél kilós vekni méretű madár, akkor ez egy felhívás keringőre a ragadozó madaraknak, és hogyha bejönnek a lakott területekre, akkor egyrészt ide nem követik őket a ragadozó madarak, másrészt pedig a településeinken a külterületekhez képest jóval nagyobb arányban találhatók örökzöldek, nem csak fenyők, hanem tuják. Ugye a tujáknak a lombozata még sűrűbb, még jobban véd egyrészt a ragadozóktól, másrészt pedig a időjárási szélsőségektől. Nem csak lombhullatókon láthatjuk a bagyokat nappal, hanem parkok és magánházak örökzöldjein is. Utóbbinál a sűrű lombozat miatt könnyen el tudnak bújni, de jelenlétükről a talajon is találunk árókodó jeleket ha már nem, nem meglévő közismert helyre megyünk vissza, hanem új területen próbálunk keresgélni tellő erdei füles csapatokat, akkor a, a fa alatt a növényzetet érdem, a fa alatt a talajt érdemes nézni, ugyanis ez a számos bagoly itt hetek, hónapokon keresztül folyamatosan ürít, tehát a fehér ürülék az gyakorlatilag teljesen bemeszeli a fa alatt a talajt, és hát megtalálhatók a sötét szürke ovális kis gombócok, ezek körülbelül olyan hüvelykúj hosszúságúak és olyan két hüvelykúj vastagságúak, ezek azok a bagoly köpetek, amit a madarak öklendeznek vissza, ez gyakorlatilag a, a kisrácsaló táplálékállatoknak, az emészhetetlen szőre és csontozata van így ebbe az ezekbe a kis köpet gombócokba. A 2024-es szinkron számlálás január 19-től 22-ig tart. Az adatokat azonban egészében várják a szakemberek, hiszen minél többen vesznek részt az adatgyűjtésben, annál pontosabb következtetéseket tudnak levonni. A megfigyelés adatait papír alapon vagy az online jelentőlap kitöltésével lehet beküldeni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek.